Az idei nyári aratás zavartalanul zajlott, csak pár alkalommal esett az eső, egy-két vihar is előfordult. A hőség miatt a szántóföldi növények a szokásosnál 2 héttel hamarabb értek be. Először az őszi árpával végeztünk június végén. Őszi árpa vonatkozásában 13.600 hektáron termesztették a tolnamegyei gazdálkodók, és 6,58 tonna per hektáros eredménnyel zártunk. Az idei év nem csak a mennyiségben, hanem a minőségben is jobb lett a tavalyi évhez képest. Tavaly nagyon kevés volt a hektoliter súly. Búzából az elmúlt évhez képest kevesebb, 45 ezer hektáron vetettek a tolnai gazdák. És az idei évben is meghaladtuk a tavalyi évi termést, 1 tonna per hektárral 6,86 tonna per hektáros eredmény született, és a minősége az picit az elvárásoktól elmaradt. Repcéből egyre kevesebbet vetnek a gazdálkodók, 21.900 tonna lett az össztermés, 2,62 tonna per hektár eredménnyel. A forróság a kapás kultúrákat, a kukoricát és a napraforgót is megviselte. Egész biztos, hogy nagyon nagy terméskiesések lesznek, azt még becsülni természetesen nem tudjuk, hogy mekkora terméskiesés lesz, de minden csapadékmentes nap több tonna termés eredménycsökkenést jelent a gazdálkodók számára sajnos. Az aratási munkák során a kalászos gabonák megdőlésével is több helyen megküzdöttek a gazdák.